Hogyan használjuk Flash 8-ban a Motion Guide funkciót? Avagy hogyan tudjuk mi megrajzolni az animáció útvonalát? Nyissuk meg a Flash szerkesztőnket, és hát először is rajzoljunk egy tetszőleges alakzatot. Én most egy versenypályán fogom szemléltetni, hogy hogyan kell használni. Fogjuk meg a Pencil Tool-t, vagyis a ceruzát, és mindegy milyen színnel, mindegy milyen méretben, Solid Strokes Style alatt, egy új rétegen egyszerűen rajzoljuk meg azt az útvonalat, amit majd a movie clip-es objektumunk követni fog körbe-körbe. Én most nem törekszem a pontosságra, ez így tökéletes. Hogyha megvagyunk, akkor ragadjunk radírt, az eraser tool, ugye a radír. Közelítsünk be egy kicsikét. Valahova itt a vonal mentén, ugyanis kell csinálni egy egy első és egy végpontot, ahol majd ugye elkezdődik az animáció és ahol véget ér. Nos, hát fogjuk meg a radírunkat, és egyszerűen töröljünk egy kis részt a vonalkánkból. Menjünk vissza a normális nézetbe. Majd kattintsunk arra a rétegre, ahol a ceruzával körberajzoltuk az útvonalat. Jobbklikkel kattintsunk rá, és az Add Motion Guide funkcióra kattintva, ugye láthatjuk, hogy már megjelent egy ilyen furcsa ikon, és egy guide felirat, mellette egy player name név. A ceruzánk az még mindig itt van, de a ceruzánknak az első frame-jét, vagy ugye attól függ éppen hanyadiknál tartunk, most azt fogjuk meg és vigyük föl ide a guide-nak a rétegére. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor ezt már le is védhetjük. Kattintsunk a üres rétegünkre, aminek fontos ugye, hogy beljebb legyen, mint a többi, ezzel jelzi nekünk a program, hogy ugye ez fog mozogni ezen itt körbe-körbe. Nos hát, ugye ez itt egy versenypálya akar most lenni, csinálok hozzá egy versenyautót. Nem a legszebb, de most nem is ez a lényeg. Tökéletes, jelöljük ki, nyomjuk meg az F8-at, majd ugye bejön a Converter Symbol ablak, a típusnál választok a Movie Clip-et, névnek mindegy mit írunk be, okézzük le, majd kattintsunk a Selection Tool gombra, és valóban ide a karikán belülre kattintsunk, majd tartsuk lenyomva az egérgombot, és húzzuk. Persze, hogyha ez nincs levédve, akkor húzzuk oda a vonal közelébe a movie clipet, és láthatjuk, hogy már alapból ráugrik ugye a vonalra. Ezzel is segíti a munkánkat. Ha ezzel megvagyunk, akkor kattintsunk egy tetszőleges képkockára. Itt a legfelső, ugye Motion Guide-os rétegen nyomjuk meg az F5-öt, az alatta lévőnél, vagyis ahol most ugye az autónk van, nyomjuk meg az F6-ot, majd a legalsó rétegen, ami csak a háttér, ugye a pálya, nyomjuk meg az F5-öt. Itt a legutolsó képkockán, vagy a kulcskockán, itt a autónknak a rétegén, az autónkat fogjuk meg és húzzuk egy semleges területre, majd kattintsunk rá, és ismét itt a karikán belülre kattintva és lenyomva tartva az egeret, húzzuk oda a vonal közelébe, majd a végpontot jelöljük ki. Kattintsunk az első kulcskockára a movie clipünk
rétegén, válaszuk a Twin, menüpont alatt a Motion Twin, és fontos, hogy pipáljuk ki az Orient to Patch funkciót. Hogyha ezzel megvagyunk, nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a Motion Guide funkció. Ugye láthatjuk, hogy az autón körbe-körbe megy, és még el is fordul abba az irányba, amerre éppen kell, ugye így sokkal életűbb. Ez körbe-körbe megy, mindaddig, amíg ugye ki nem lépünk. Persze a stop funkcióval ezt is korrigálhatjuk. Lényegében ennyi.